Bertényi Erika olimpikon, valamint Hírling Zsolt világ- és Európa-bajnok evezős tartott előadást a Tudásfalva sorozat 7. alkalmán. Az ebegényi és szobi kötődésű, aktív pályafutások után a civil életben tevékenykedő sportolók az élsporttal járó nehézségekről, küzdelmekről, illetve a sport pozitív, személyiségformáló hatásairól beszéltek. Hírling Zsolt kiemelte, hogy a sport megtanította a megfelelő időbeosztásra, hiszen hosszú éveken át össze kellett egyeztetnie az edzést a tanulással. A két meghívott előadó egyetértett abban, hogy a sport óriási segítséget nyújt a helyén való célok kitűzésében és a célokhoz vezető helyes döntések meghozatalában. És erre jöttem rá, hogy kell mindenkinek egy olyan cél, ami a mi mértékegységünkkel megfogható, mert akkor, amikor döntéshelyzetbe kerülök, és mondjuk otthon vagyok délután, hazaértem a munkából, elmosogattam, rend van, bevásároltam, és el tudom dönteni, én magam el tudom dönteni, hogy akkor most a Facebook elé ülök le, vagy pedig futok két kört a Margit-szigeten, akkor nem mindegy, hogy melyik mellett döntök. És itt van az a dolog, ami mindenkinek ott van a kezében, a döntés lehetősége minden pillanatban ott van a döntés, és minden pillanatban el tudom dönteni, hogy most akkor én elmosogatok, és rend lesz, vagy nem. Most akkor én lemegyek, futok két kört, vagy evezek, vagy tanulok, vagy nem. Tehát nem tudja az ember, hogy a véletlenek mit hoznak, vagy mit hoz nekünk be a sors, de a sors az mutatja az utat, pofozgat egy kicsit, hogy úgy mondjam, hogy arra menjél, vedd észre. Vagy a Jóisten, vagy mondhatunk bármit, a Teremtő is mutatja, van, aki nem vesz észre. Azok a személyiségek, egyéniségek, akik mögé látnak a céloknak, hogy nekem nem csak az olimpiát kell elérnem, hanem nekem fejlődnöm kell személyiségben, önbecsülésben, talpraesettségben, mindenben fejlődnöm kell, akkor az csak egy minimális cél az olimpia. Mert utána az életben az ember nagyon sokat kamatoztat. Tehát ez biztos tudja a Zsolt is, hogy nagyon sokat tudunk átadni az életben mindenkinek, én mondjuk a gyerekeimnek. Hogyha most én a fiamnak szeretnék beszélni, fiamnak mondanám, akkor azt emelném ki, hogy a hitét soha ne veszíts el, elég sokszor van rá alkalom, hogy megpróbáltatik az ember hite, meg az, hogy mindig legyen ott a fejében, mindig, hogy két, ha lehet több is, de mindig ott a választási lehetőség, mindig. Ki lehet kapcsolni ezt a tévét, ki lehet kapcsolni ezt a számítógépet, le lehet menni futni, az ő döntése. Hírling Zsolt és Bertényi Erika rávilágított az élsport árnyoldalaira is. Szó esett a túlhajtásról, a végkimerülésről és az eredménykényszerről is. Mindezen negatívumok ellenére az előadók egyetértettek abban, hogy a sport még mindig az egyik legtisztább, valóban értéket képviselő társadalmi jelenség, melynek szinte csak pozitív hatásai vannak. Hírling Zsolt őszintén beszélt arról, hogy a vallás milyen szerepet tölt be életében, majd saját személyiségét egy egyszerű példa segítségével szemléltette. Olyan pillanata volt az életemnek, bármennyire is úgy tűnik, hogy három olimpia, VB, EB cím, diploma, gyönyörű szép feleség, mit tudom én mi. Sok olyan pillanata volt az életemnek, amikor én nagyon megrecsentem. És én emlékszem, hogy 2009-es évszaknak, amikor nekem az életem ráment erre az evezésre, és mégse sikerült, és szétdolgozom magam, és mit tudom én mi. És nagyon ilyen depresszív állapotba kerültem, akkor egyetlen egy nagyon fontos dolog volt az életemben, hogy vasárnap elmenjek a misére. Akkor még ott laktam Budapesten, Jósika utca, Rózsák tere templomba, Rózsák tere azt hiszem az a templom van ott. Oda, abba a templomba minden vasárnap elmentem a misére, nem is azért, hogy odafigyeljek, nem is azért, hogy áldozzak, nem is, tehát egyszerűen csak ott akartam lenni, és úgymond töltekezni. És ez bejött. Ez sikerült, és így fölépültem szépen lassan. Ehhez én kevés lettem volna. Megfigyeltem magamon, hogy most futok körbe-körbe Margit-szigeten. Margit-szigeten a nagyon jó ilyen rekordtán pálya van, ami puha, lehet rajta futni, hatalmas nagy karakterek rá vannak festve, hogy ez futóút. Természetesen rengetegen sétálnak rajta, nehéz őket kikerülni. Mit csinál a futóknak a nagy százaléka? Ráüvölt, hogy jaj, menj arrébb, így menj arrébb, úgy menj arrébb. Mit csinálok én? Fogom és kikerülöm, gyorsan kikerülöm. Mert amíg a másik üvöltözik vele, addig én előnyt nyerek.
És valahogy ilyen az én életem, így építem föl, hogy mindig megkeresem azt, hogy hogyan tudnék a legrosszabbból is, a jóból is előnyt kovácsolni. Nem feltétlen embertársaimmal szembe, hanem az én saját magammal szembe, saját magammal versenyzek. De hát az élet az egy ilyen, az egy nagy verseny. A két evezős számos érdekes sztorit, történetet is megosztott a közönséggel, melyek ugyancsak a sport és a testmozgás pozitív hatásaira hívják fel a figyelmet. Az előadást követően számos kérdés érkezett a közönség soraiból az előadók felé. Szóba került a gyermekek mozgásszegény élete és a dopping, majd aktuális társadalmi problémák is megvitatásra kerültek. A számos érdekességgel szolgáló előadás teljes egészében megtekinthető jövő heti kommentár nélküli műsorunkban.